feszült csendben várakoznak a 7. osztályos diákok az eredményhirdetésre várva. A zsűri elnöke, Holmár Zoltán történész az óráját nézi, és hamarosan kiderül, melyik csapat nyerte az idei Lengyel-Magyar Két Jó Barát című verseny második fordulóját Nyíregyházán. Volt olyan feladat, ami városokat kellett megkeresni, az könnyebb volt, meg volt nehezebb, ahol embereket kellett felismerni. A Városházán megrendezett verseny célja a lengyel-magyar baráti viszony tudatosítása és ápolása a tanulók körében, mondta el dr. Balogh Némester Éva, a nyíregyházi Bem József általános iskola intézményvezetője. 2008-ban volt először ez a lengyel-magyar két jó barát vetélkedő, ekkor még iskolai szinten történt ez a vetélkedő, aztán szépen kinőtte magát először városi, és 9 éve megyei vetélkedőként, és ehhez nagyon jó partnerekre találtunk, a Nyíregyháza megyei jogú város, a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, és nyilván a tankerület támogatásával, és nagyon szeretjük ezt a vetélkedőt, hiszen azon kívül, hogy a különböző történelmi eseményeket tudják a gyerekek feleleveníteni ezen a vetélkedőn teljesen játékos formában, azon kívül a lengyel-magyar baráti kapcsolatok ápolásához is nagyon jó ez a vetélkedő. Nagyon-nagyon sok párhuzamot húzunk a magyar és a lengyel történelem között. Például ez a mai vetélkedő Kopernikusz és Lorca-Bolka köré csoportosult, hiszen Kopernikusz 550 éve született, és Lorca és Bolka pedig hát nyilván mindenki ismeri a lengyel rajzfilmhősöket, és ő rajtuk keresztül egészen játékos feladatokon ismerkedhettek egy kicsit a gyerekek meg, vagy adhatták át tudásukat egyrészt a lengyel történelem, a lengyel-magyar történelem párhuzamaival, és a híres emberekkel, amelyek valamilyen módon Lengyelországhoz és Magyarországhoz is kapcsolódnak, vagy a világon ismertek. Az intézményvezető hozzátette, a BEM iskola diákjai minden évben versenyen kívül indulnak, mivel náluk különösen fontos a lengyel és magyar kultúra közötti kapcsolatok ismerete. A verseny eredmény hirdetésén részt vettek a Nyíregyháza testvérvárosából érkező lengyel delegáció tagjai is, akik a városvezetéssel nem csak kulturális, de egyéb gazdasági kérdésekről is tárgyaltak. Nagyon szeretném köszönni a meghívást, és hatalmas örömmel tölt el, hogy itt lehetünk a testvérvárosunkban. Ilyenkor mindig a partneri kapcsolatok azok szóba kerülnek, nyilván nem csak a kultúra, hanem a turisztika is, egyébként egyéb pályázati lehetőségek. Most is egyébként nem csak azért jöttek, hogy díjakat adjanak át, hanem utána tárgyalni fogunk V4-es pályázatokról, hogy mit lehetne a két városnak közösen benyújtani. Úgyhogy több célunk mindig, az is, hogyha ide jönnek, és az is, hogyha mi kiutazunk valahová, akkor is próbálunk tárgyalni és előre jutni a közös pályázatok ügyében például. Az alpolgármester úgy fogalmazott, Nyíregyháza számára is sokat jelent a lengyel-magyar jó barátság, hiszen a kulturális és gazdasági együttműködés mellett a turizmus szempontjából is fontos. Hogyha mondjuk a városok közötti kapcsolatot nézzük, akkor az is egy nagyon fontos dolog. Sok lengyel turista van itt Nyíregyházán, aki itt költi a pénzét, és itt érzi jó magát, ez is nagyon fontos. A magyar gyerekek szempontjából, akik ugye a megyéből, a vármegyéből részt vettek ezen a versenyen, pedig azért nagyon fontos, mert megismerik a közös múltat, kapnak egy olyan kulturális információ áramlatot, amely megmutatja a két nemzetnek a közös kapcsolódási pontjait. Nyilván tanulni mindig jó dolog, játékos formában meg azt gondolom, hogy a legjobb. Az első kérdésnek gondolom már kitaláltátok. A tiszateleki Hunyadi Mátyás általános iskola Chopin csapata. Az első helyezést elért tiszateleki diákok értékes ajándékokkal térhettek haza. A Lengyel-Magyar Barátság napja alkalmából rendezett vetélkedő társrendezvénye pedig a Városi Galéria Pál Gyula kiállító termében folytatódott, ahol a közönség 3 zsesovi képzőművész alkotásait tekinthette meg.